Békesség néktek! Ma a Mózes első könyvének 47. rész 9. verséből fogok idézni egy rövidebb részt. Kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai. Ezt mondta Jákob, azaz Izrael. Éppen autófelújításban vagyok, a fűtéscső összetoldóm eltört, és folyt, ki kellett cserélnem egy újra, de ennek meg az átmérője kicsike, akkor kicseréltem egy másik újra, hát egy kicsit küszködök vele, és amíg ez a folyamat zajlik az autómmal, addig az autóm használhatatlannak érzi magát, hiszen nem tudok vele menni sehova, szerelés alatt áll. Gondoljatok bele Jákobnak az élettörténetébe. Mennyi keserűségen kellett tényleg átmenjen, és amikor a fáraónak beszámol az életéből, csak ennyit tud, kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai. Gondoljatok csak bele, hogy annak idején becsapta a testvérét kétszer is, Ézsaut, becsapta az édesapját, azután menekülnie kellett, azután őt csapták be a feleségeivel, azután Istennel harcolt, és Isten megütötte a csípőcsontját, és azután sántított, és utána Ézsautól kellett, hogy rettegjen, azután a fiai mindenféle bűnökbe keveredtek, embereket gyilkoltak, paráználkodtak, az egyik fia az ő másodfeleségével együtt hált, szóval volt itt minden, Józsefet, a kedves kisfiát, azt hitte, hogy elveszíti, mert a testvérei gondatlanok és szeretetlenek voltak vele szemben. Tényleg nagyon sokat szenvedett ez az ember. És nagyon sokszor érezhette úgy, mint most az autóm, használhatatlan vagyok. Amiben csak fogok, az balul sül el, nincsen áldás az életemen, szerencsétlen, elesett vagyok. Isten sokszor vitte be a szerelő műhelyébe Jákobot, és át kellett ezt az embert változtatta, és így lett belőle Izrael. Isten harcosa, ezt jelenti. Isten megszerelte Jákobot. És többet volt a szerelő műhelyben, többet volt a depóban, mint a versenypályán. De amikor a versenypályán volt, akkor olyan dolgokat cselekedett, Isten olyan dolgokat tudott általa véghez vinni, amik odáig vezették őt, hogy ma az a nép, amely Ábrahám leszármazottja, azt a nevet viseli, hogy Izrael, az az ország, ahol Ábrahám leszármazottai élnek, azt a nevet viseli, hogy Izrael, az ő nevét kapta. Lehet, hogy sokszor úgy érzed, hogy parkolópályán vagy, depóban vagy, szerelőműhelyben vagy, de Isten szerel ilyenkor téged. Lehet, hogy nem nagy fordulatokkal bővölködik minden egyes napod, de amikor Isten használ téged, akkor áldássá fog tenni. Hagyd magad megszerelni. Amen.